Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Madárfütyös, szép öreget kívánok, kedves nézőink! Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, és ebben a játékban, amivel most játszunk, ami nem más, mint az I'm Weapon Revival nevezetű, hát ilyen lövöldözős buli balhé. Kilépek a főmenübe, és újra elkezdek, vagy hát újra elkezdünk egy játékot, hogy lássuk egészen pontosan, miről van szó. Hát a játék hangulatát már a főmenübe is nagyon átadja, tehát ilyen elképesztő undorító hangulata van. Nem szeretem az ilyen hangulatokat. De mindegy is, kezdjünk egy új játékot, és akkor meglátjuk, hogy egészen pontosan miről szól a buli. Jó, nagy dolgokra nem szabad számítani, tehát úgy értem, hogy mondjuk itt történet szempontjából. De nem mondom, hogy barátságtalan a gondolat. A lényeg az, hogy van egy ilyen fejvadász csávó, akinek egy bankrablás során kisgyerekkorában megölték a szüleit, és nagyon ideges lett, és ezért mindenféle gonosz embereket kezdett el üldözni. Hát ezeket el is kapta legtöbbször egyébként, tehát elég jól is végezte a dolgát, és egyik este elment a cimboráival inni. Jó, befröccsöztek a Mari néninél, és egyszer csak arra ébredt föl, hogy egy ilyen helyen van. Csúnyán néz maga elé, ugye látszik azért, hogy itt vannak vállak, meg mit tudom én micsoda. És hát itt a világnak a fölépítéséből azért már sejthetjük, amit hát valószínűleg ő is sejt, őnek is ez az első, ugye itt szemek vannak, amit jó megtaposunk. Hogy ez bizony nem más, mint egy rémálom egyébként, egy nightmare, és csodálkozik, hogy mi ez a hely, ugye hogy került ide, stb. Ez egy őrültek háza, és saját magát megtalálja ott vérbe fagyva a földön, és nem, ettől nem túl messze egy ilyen csodálatos kis fegyvert, és egy gépfegyvert is megtalál. Innentől kezdve válik gyakorlatilag pörgősebb a játék, ha éppen nem crash-el ki. Na. Nézzük csak meg, hogy mi a rák van, illetve akkor kezdjük előről. Nem fogom egyébként a videót előről kezdeni, úgy értem, hogy emiatt a crash miatt ezt nem fogom. Nem fogom megakasztani a dolgokat. A játék egyébként, mint láthatjátok, Unity motorral készült, és egy Krealit nevezetű játékgyártó. Gyerünk. Játékfejlesztő és játékkiadó is. Hát egy indie kiadó, indie fejlesztő. Igazából szerintem ilyen egy-két emberes megoldással állunk szemben. Ahhoz képest egyébként egy elég kis kultúrált játékot adtak ki. És az ember, aki ezt csinálta, annak egy kicsit utána néztem. És rengeteg ilyen mindenféle ilyen grafikái vannak a neten, amit a különböző játékgyártók megvehetnek. Ilyen autók, meg mindenféle ilyen játékba illeszthető tárgyakat készít. Hát szerintem, nem tudom pontosan, de gondolom, hogy ez volt az első játéka, és nem is sikerült ezéként annyira rosszul. Tehát gondoljatok bele, hogy van egy pistike, végzi a dolgát, és egyszer csak az történik vele, hogy megcsinál egy játékot. És nem ilyen pongot csinál, vagy ilyesmit, hanem meg ilyen 8 bites játékot, hanem hogy tényleg valami normálisat. Na hát úgy látom, hogy ezen a szinten sikerült tovább jutnunk. Hoho! És ránk jön, a zene elkezd üvölteni. És támadnak minket az őrültnél őrültebb lények. Nagyon durván. Úgy megint, hogy ott jönnek. Lövünk mindenkit szét, akit csak érünk. És haladunk előre szépen a játékban. Vannak ilyen gyűjthető vackaink is egyébként, amit mindjárt megmondom, hogy mi az. Nem erre kellett volna jönni természetesen. Ó, ne esd le! Azt sem tudtam leletesni.
Ide átmegyünk, mert is kell menni tovább. Mi a rák van? Nincs ma. Jöde. Erre. Ja, erre csak ki kell nyitni az ajtót. Aha. Pedig ezt már végigjátszottam, ez nem végig nem játszottam, de elég sokáig elvittem a játékot. Megszerezzük a szívet. Ez egy ilyen tutoriál egyébként, szépen nagyon ötletesen, hát illetve hát a 21. században elvárható módon úgy vezet be a játék irányításával, meg különböző dolgokra úgy hívja fel a figyelmet, hogy közben már benn vagyunk a játékban igazából. Ugye most egy ilyen szívecskét vettünk föl, egy ilyen bloody szívet, amit a Q betűvel és a rákattintással tudjuk aktiválni, itt vagy jobb oldalt egyébként. Közben ilyen dark metal zene szól, nagyon durván. És itt megtaláljuk csodálatos zseblámpánkat egyébként, aki nem más, mint egy kis tünde, egy spirit. És csapdába ejtették, és most tiszta ideg, azt szeretné, hogy kiszabadítsuk. Ki is szabadítottuk, úgyhogy a válunkra ülve szépen csodálatos kis zseblámpánk. Aha, ez így is lehet. Ez nem is láttam az előbb. Ugye, ha megnyomod a space-t, akkor fordulás nélkül tudsz világítani mindenhova. Asztalra lát tényleg be. Hát... Na mindegy. Szépen haladunk előre a történetben, ugye, és szépen a tutoriálba is haladunk előre. Azt mondta, hogy követik el a lábnyomokat, úgyhogy követjük szépen itt a lábnyomokat. És ki is mentünk az első pályáról, illetve... Ez még nem a pálya vége, várjál! De szépen ahogy haladunk előre, úgy egyre több ellenség jön, és látjátok, ez itt a fő ellenség, valami fajta mesternek hívják, elmondja, hogy meg fogunk halni, és kb. Ennyi a történet. Baloldalt fölül, hogyha öljük majd az enemit. Egy kard. Igen, megtaláltuk a kardot, és a kardot a jobb gombbal tudjuk használni, még a lövést a bal gombbal. Az élet mindig nehéz, de a bosszú megtart, és mindenki nagyon, vagy mindenki azt akarja, hogy ezek a rablók, ezek a mocskos rablók elkapják, rács mögött legyenek, és végül sikerült. Csak egyetlen egy úszta meg egyébként ennek az embernek a bosszúját, és az elmenekül, de azt is megpróbálják el. Nem tett folytatni ezt. De nagyjából eddig tartott egyébként ez a tutoriál, és innentől kezdve, egyébként mondjuk innentől kezdve is segít a játék a különböző irányítási metodikák elsajátításában, mert azért még lesznek újdonságok, és amit nagyon-nagyon fontosnak tartok bemutatni az, hogy... Na menjünk csak. Az, hogy bizony lehet vásárolni dolgokat. És az a lényeg, hogy most itt ránk fognak rohanni ezekbe az arénába 868 ezeren kb. És ne felejtsük el, hogy nekünk van egy kardunk is, amit tudunk használni. Szépen összegyűjtjük őket, már előbb talán egy kicsit sikeres. És csapunk kettőt, hármat a karddal. Szevasz! Ez előbb már sikeresen megoldottam ezt a feladatot, úgyhogy valószínűleg most sem lesz ez káromra. Na és látjátok, ott bal oldalt fölül, ott gyűlik ez a soul pont, ez a lélek pont. Ebből fogjuk tudni fejleszteni a karakterünket, a fegyvereinket, a különböző tárgyainkat. És itt vannak ezek a szívecskék, amik az életet adják, ugye egyet tudunk most használni egyszerre, úgyhogy nem tudunk még többet fölvenni. Hogyha a Q betűvel elhasználnánk, akkor természetesen föl tudnánk még egyet venni. Úgy is veszünk. Úgy, és akkor most rám átmegyünk kaszabolóba. A fegyverünk egy kicsit kevés tárral rendelkezik. Már megint lehet egy rakattal. Az emberek dobják, vagy ezek a lények dobják az a tárakat, különböző tárgyakat egyébként. Ott
Aki szereti ezt a fajta stílust, aznak mindenféleképpen érdemes belenézni, mert egy elég szórakoztató lehet mondjuk egy üvöltő zene mellett a főnöködet oda képzelve a kaszabolandó bohócok helyébe egy álmos szombat délután ezzel játszani. Mondjuk a közepes nehézségen egyébként nem tűnik annyira nehéznek a játék, tehát hogy így nem nagyon haltam. Jó, most egyszer meghaltam, leestem, de úgy nem öltek még. Úgy elhasználjuk a szívet, fölveszünk egy másikat, és már indulunk is. Megtudjuk, hogy ezek a különböző kristályok, ezek gyakorlatilag prototype-nak hívott ilyen különböző tervek, amiket tudunk állokkolni. Ez az emberke, aki itt van, ez pedig egy ilyen kereskedő, akinél tudjuk fejleszteni a dolgainkat, illetve venni más dolgokat. Itt van például ez a lángszóró, ezt meg tudjuk venni 10 000 ilyen akármilyen pontért. És azt hiszem, hogy ennyit tudunk csinálni, mert másra nem nagyon maradt pénzünk szerintem. Nem bízom. 140 maradt. Ja, még ezt a 2 gold potiont, hogyha fölvesszük, akkor ebből tudunk magunknak vásárolni speciális képességet, ami mindjárt megmutatom, de le fogja fagyasztani a körülöttünk állókat. És itt a térkép is. Most eszébe jut az embernek, hogy elmentek kocsmázni a haverokkal. És indulhatunk a következő pályára. Közben természetesen a kis szellem elmondta nekünk, hogy ez teljesen tök mindegy, hogy rémálom vagy nem rémálom. A lényeg az, hogy itt meg tudnak ölni minket az emberek, vagy az ellenségek, és hogy mi vérünkre pályáznak, és az M betűvel lehet most itt a... Menjünk, használjuk ezt a lángszórót, illetve a lángszórónak mondjuk inkább csúfolni lehet, ilyen begyújtja ez az ellenfelet. És kikresselt a játék már. Róra. Ögy. Hát ez nagyon szomorú. Pedig eléggé kis barátságos játék, mondjuk ilyen sok kressel. Ez előbb érdekes nem volt. Furi. Nem baj. A játékot egyébként lehet menteni a Steambe, illetve alapvetően azon beállítva, hogy a Steam fiókba mentse az elmentéseket. Egészen biztos, hogy nem fog semmi sem elveszni, esetleg újrainstalálásnál sem. És ott tartottam, hogy ez a lángszóró, ez inkább nem is lángszóró, hanem egy ilyen begyújtó dolog. Tehát így begyújtjuk az ellenfelet, nem hal meg azonnal, hanem így ég, és akkor előbb-utóbb. Így begyújtjuk őket, de nem meghalnak. Szaladjunk tovább. De legalább nem kell 1000 évet várni addig, míg visszajön a... Tehát visszatöltjük a játékot, ha már ilyen crash-elős hangulatában van. Robbanó hordók ügyesen. Valami furcsa fák. Ja igen, és akkor a... speciális képességünket is mutassuk meg. Hogy puff, ez itt nekünk a speciális képesség. Lefagyasztottuk mindenkit magunk körül. Gyerünk. Azaz. Még egyszer használtuk. Természetesen nem örökre fagyasztottuk le őket, tehát előbb-utóbb kijönnek a fagyasztásból, de nagyon hasznos képesség, amikor itt sokan körbevesznek minket. Nyilván egyébként a nehézség az előre, idő előre haladásával az valószínűleg nőni fog. Inkább visszamenni egy jól bevált gépfegyverünkhöz. És keressük a lehetőséget, hogy az ellenségeinket minél nagyobb számban pusztítsuk el, és küldjük vissza a csodálatos... Hát nem is tudom, kell ezt visszatérni neked.
Nézzük csak meg, hol vagyunk. Vagyunk lent. Már nincsen semmi. Arra sem menjünk, erre menjünk, menjünk fölfelé, fölfelé. Kis szerencsével még... Gyerünk, kaszaboljál, a karddal elő. Tehát azt akartam mondani, hogy kis szerencsével még itt meg tudunk esetleg egy-két fegyvert nézni, hogy hogyan néz ki. Elképesztő ellenséges kavalkád után nincs-e valami újabb fajta tömegpusztító fegyver. Egyébként az ellenségekről jut eszembe, hogy van bestiári, itt meg lehet nézni, hogy milyen csúnya és gonosz ellenfelek jönnek velünk szemben, egy kis leírással, nagyon aranyos. Ez a shopkeeper, tehát aki eladja nekünk a cuccokat, ez a wanderer, egy macska ember. Ez az egyetlen barátunk eddig, de azt írta, hogy ez azon kevés, tehát hogy azon kevés karakterek közé tartozik, akik barátságosan viselkedik irántunk, tehát akkor gondolom lesznek még itt barátságosan viselkedő karakterek. Nyilván most ezt a videóban nem biztos, hogy ki fog derülni, egy kicsit lángszorózunk megint. Itt egy jövendő mondógép, nézzük, hogy ez mit tud. Szeretnéd tudni a jövőt, akkor gyerek közelebb is hallgass. Meg miért ne? Ez viccesnek hangzik. Ha néhány ezüstre van szükség, hogy megmondja a jövőt, akkor viszont kell keresnünk néhány ezüstöt. És hát így szépen megy a játék egyébként, hogy haladunk előre a pályákon, jönnek a különböző történeti elemek, látjuk, hogy a játék saját magát sem veszi igazából annyira komolyan, tehát hogy így tényleg ami jó, és hol vagyunk? Vagyunk, akkor éjszakra kell mennünk. És az egész játékból ez az ilyen kicsit ilyen pszichotikus borzongás jön le, és az ilyen... Jajjaj, meg fog halni. Bazzeg. De már, ne halljunk meg! Ja. Puff. Haha, lefagyasztottam mindenkit itt. Úgyhogy meghalni most nem fogunk ezekben a másodpercekben. De azt akartam mondani, hogy ilyen pszichotikus, ilyen őrült, rémálomszerű világa van. És ez a zene egyébként, hogy választotta alá a készítő, ez mindenképpen jó és barátságos. És úgy látom, itt van valami csapda, mindjárt kíváncsiak, hogy megsebezed. Hát egy kicsit sebezed, de nem. De mondjuk ez előrevetítheti egy ilyen kurva csapdák jelenlétes játék. Minden esetre azt hiszem, hogy nekem itt ebben a formában ennyi elég volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztetek, ha tetszett, iratkozzatok föl, lájkoljatok és kommenteljetek. Sziasztok!